Ja. Tehát a következő rész az emberi memória a felhasználóknak. Tehát a usereknek, felhasználóknak, meg alapvetően az embereknek hogyan is működik a memóriája, hogyan emlékezünk és jegyzünk meg dolgokat. És egyáltalán miért fontos ez nekünk? Ha a memóriáról beszélünk, akkor meg kell különböztetni úgynevezett rövid és hosszú távú memóriát is. Mind a kettővel rendelkezünk, és kicsit más mind a kettőnek a működése. A rövid távút szokták munkamemóriának is nevezni, és hát ez egy elég érdekes része az emberi elmének, ugyanis mindenféle ingerek, amik érnek bennünket, ezek befolyásolják ezt a memóriát, illetve az ebben lévő tartalmat. Tehát fontos az, hogy amikor az ember valaki a rövid távú memóriát használja, akkor minél kevesebb inger érje, mert hogy elveszi a figyelmét és azzal fog foglalkozni. Tehát ha például te el akarsz adni egy telefont a weblapodon, akkor lehet, hogy nem az a legcélszerűbb, hogy mellé raksz egy, mit tudom én, akármilyen hangos videós hirdetést, ami elvonja a, mit tudom, az a telefonon elérhető alkalmazások bemutatásáról a figyelmét a felhasználónak. Jó? Ami csökkenti ennek a rövid távú memóriának a méretét, az a stressz. Na most erre túl nagy ráhatásod nincsen, mert hogy igazából nem valószínű, hogy te a pár perces kis web, tehát azt a pár perc alatt fogod felidegesíteni az embert, amíg a weblapod alatt van, valószínű, hogy igazából a munkahelyén már előtte ezt megtették. És olyan ingerült állapotba kerül a te weblapodhoz, amivel alapvetően teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, mert neki minden rossz lesz. Na most annyit tudsz az ilyen helyzetekkel kezdeni, hogy úgy építed fel a webes tartalmadat, hogy erre a rövid távú munkamemóriára a lehető legkevesebbet alapozol. Mert hogy ezt nagyon könnyű befolyásolni. Igazából mobilosoknak szoktam mondani, hogy ja, már ezt majd kicsit később, jó? Nézzük meg, hogy igazából miért kell ezt a munkamemóriát kímélni. Na most. Itt megint nem hallani a hangot. Ez úgy néz ki, hogy ha valami a meg kell jegyezni az embernek, az tanulás. És mint ez a kép is mutatja, ez a kis videó, reklám nélkül természetesen. Ha valamit meg kell tanulni, az még nem ilyen gyors, de körülbelül ilyen fájdalmas. Hogyha ezt ötvözzük még mindenféle zavaró hatással, amit most ebben a szituációban sikerült kiküszöbölni, akkor ez kevésbé lesz hatékony, mint a hirdetés. Úgyhogy fontos, hogyha valamit meg kell jegyezni a felhasználónak, főleg egyik oldalra, a másik oldalra kattintva, az előbb-utóbb idegesíteni fogja és fárasztani fogja. Ezért fárasztó és befolyásolható a felhasználó. Na most, ezt egyébként ki is lehet használni, ezt a fárasztást és befolyásolást, és egy idő után az ember hogyha kellőképpen fáradt az ember egyébként, akkor jobban legyint a dolgokra, és nem foglalkozik az apró nyavajákkal, de alapvetően nem az a cél, hogy kikészítsd a usert azzal, hogy például a rövid távú memóriáját megterheled olyan dolgokkal, hogy például meg kell jegyeznie egyik oldalról kattintva dolgokat, vagy egyik oldalról kattintva másképpen működik az oldalad, és máshova került például a navigáció, vagy tegyük fel bármilyen más hülyeséget el lehet követni. Bármilyen olyan dolog, ami új ismeret elsajátítását igényli a usertől, az rossz. És itt rögtön egy webes ellentmondásba fogunk ütközni, mert ugyanis ez azt jelenti, hogy ha új ismeretet kell elsajátítani, és az rossz, akkor kvázi a régi standardek, templétek, meg egyéb ilyenek mellett maradnánk, ami viszont megöli az egyéniséget és a kreativitást. Na most e között, a kettő között kell nektek lavírozni. Egy, hogy azért kitűnjetek a tömegből,
Kettő, hogy azért ne azzal tűnjetek ki, hogy utálnak a felhasználók, mert olyan bonyolult használni a dolgaitokat. Jó? És egyébként mobiloknál érdemes megfigyelni, mobilos alkalmazásoknál, hogy ez a rövid távú memória ez hogyan is működik. Képes vagy tartani a telefont a kezedben, úgyhogy nem ejted el. Tudsz erre figyelni, ez egy dolog. Tudsz a rajta futó játékra figyelni, két dolog. Ha valamilyen üzeneted jön, azt még érzékeled, és azzal tudsz valamit kezelni, és három dolog. Az összes többit, azt elveszi a környezet tőled, és körülbelül ez az, amire igazából fókuszálni lehet. Hogyan lehet megtanulni valamit? És akkor menjünk át a másik oldalra. A tanulás egyenlő ismétlés. Ez egyben azt is jelenti, hogy a weblapoknak a használata is tanulható, ugyanis hogyha sok weblapon bizonyos standardeket betartanak a fejlesztők, mit tudom, ugyanoda kerülnek a dolgok, ugyanúgy kell navigálni, az most egy kicsit másképp néz ki, ez tök mindegy, de alapvetően ugyanabban a környezetben érzik magukat, nem kell újat megtanulni. Visszatérve megint a mobilosokra, mobil platformokon ezért találtak ki mindenféle ilyen dizájnokat, standardeket, hogy nézzen ki egy alkalmazás, milyen navigáció legyen benne, hogy aki azt a platformot használja, több alkalmazással is ne kelljen ezeket mindig újra tanulnia. Ez a tanulás egyenlő ismétlés, ez egyébként a játékoknak a sajátossága, ugyanis gyakorlatilag egy játékot végtelenségig tudsz játszani, az a lényeg, akkor van vége, hogyha megtanultad azt a játékot, hogy mit kell csinálni, és addig ismételed, amíg megtanultad. Ez az egész onnan jött, hogy igazából ezt fogod ismételgetni. Na most, tanulásnál, hogyha valamit el kell sajátítani, akkor előnyben vannak a konkrét dolgok. Ha valamit meg kell tanulni, akkor konkréttá kell úgymond őket tenni. Erre egy millió eszközöd van. Nem mondom, hogy a túltippek a legjobbak. Jó. Na most... Eddig inkább a rövid memóriáról volt szó, viszont a hosszú memóriának is van tanulsága. Ha valamit egyszer megtanulsz, elsajátítottál, beépítettél, ez nem marad meg örökre. Minden egyes ilyen megtanult, elsajátított ismeretnek, hogyan használj egy weblapot, hogyan vásárolj, stb. Van egy elévülési ideje. Ha adott időn belül ez nem reprodukálódik, akkor ez el fog épülni. Fokozatosan fog ez elépülni, egyes dolgai elvesznek és újraépülnek, és újraépüléskor nem ugyanaz a dolog fog visszaköszönni hozzád. Ezért van az, hogy ha sokáig nem csinálsz valamit, és megint találkozol vele, akkor olyan érzésed van, mintha ezt tudnád, de valami nem úgy sikerül, mint ahogy gondoltad, mert hogy igazából ilyen kis emlékrészek, hogy ez hogy működött, az újraépült az elmédben, és hát felejtünk mi is gyakorlatilag. És ez azt jelenti, hogy ha nem fogsz kattingatni néhány évig a gépen, akkor utána az egér is újdonság lesz. Jó, ez vicc volt. Jó, tehát igazából minél kevesebb funkciót kelljen végezni az egyes usereknek. Információ és idő. Na most, igazából sokszor azt mondják, hogy két-három kattintás után ezt az adott funkciót el kell végezned. Ez abban az esetben igaz, hogyha nem tudod a felhasználót két-három kattintásnál. Tehát nem tudod értelmes funkcióval kitölteni az idejét. Ha jól szervezed az oldaladat és a tartalmadat, akkor el tudod érni, hogy gyakorlatilag a kattintások száma ne számítson. Ez nem varázslat, egyszerűen ennek az a titka, hogy mint ebből a másik filmből fogjuk látni, mindig annyi információt kell a felhasználódnak átadni, amire ahhoz van szüksége, hogy a következő szintre lépjen. Fel lehet ébreszteni, hirdetéssel is akár, és elindítani egy adott úton. Ha ez az az út, amit ő járni akar, akkor ő gond nélkül el fog rajta indulni, tehát hogyha mit tudom, vásárolni ment hozzád, és vásárolni szeretnéd, akkor beviszed ebbe a folyamatba, és
és onnantól kezdve ő valószínűleg vásárolni fog. Na most az, hogy mit és mennyit, abban azért van némi ráhatásod, ugyanis, hogyha nem mondod, nem éri el rögtön a konkrét célt, ha rögtön eléri a konkrét célt, oda megy mondjuk egy CD-ért, akkor megveszi a CD-t, és távozik. És akkor most mi van? Most ilyenkor megáll? Nem, újraindul. Ha viszont kicsit még ott tartod, kvázi nem mondom, hogy játszol az idegeivel, mert nem erről van szó, hanem tudsz neki olyan alternatívát mondani, hogy 2-3 kattintásig még ott maradjon, akár a CD-hez, amit ő keresett, valamilyen plusz funkciót, társítasz, nyereményjáték, stb., akkor lehetőséged van befolyásolni, hogy ő többet kattintson az oldaladon, és ha a végén megkapta, amit akart, akkor ő elégedetten fog távozni, és nem 2 percet volt az oldaladon, hanem 1/4 órát volt az oldaladon. Tehát ezért nagyon fontos, amikor információt adsz át a felhasználónak, hogy a fokozatosság az gyakorlatilag, tehát a fokozatosság elve, ami szerint a kevesebb az gyakorlatilag több. Ez azt jelenti, hogy egy nagy információ áradatot te szétszedhetsz nyugodtan kisebb részekre, akár úgy is, hogy ez több kattintásos folyamatot eredményez ezen való végben is. Viszont fontos, hogy ezt úgy kell tenned, hogy az az információ morzsa, hogy a következőre átmenjen, az benne legyen. Tehát az érdeklődését fel kell kelteni a következő kattintásra, és hát ez azért nem egy egetverő nagy dolog. Jó? Tehát például lehet egy nagy termékleírást feldarabolni több kisebb részre, mert a nagy termékleírást úgyse fogja elolvasni, oda jön, megnézi, beleolvas, ez kell neki, megveszi, kifizeti, megyen. Ha viszont oda jön, termékleírás feldarabolva része, hú, ennek milyen jó a kijelzője, aha, hogy még ez ezt is tudja, meg hogy több gomb van rajta, meg ezzel kompatibilis, kicsit lehet fokozni a dolgokat. És ezt úgy tálalod, hogy mindig tudsz újdonságot hozzátenni ahhoz, ami volt, és nem térsz el az eredeti koncepciótól. Tehát például oda megy egy tévét venni hozzá, és a tévét mondjuk úgy ismerteted vele, hogy így részekben mondjuk a kijelzője tök jó, ott egy tévé, és akkor ott a kijelzője, és akkor ekkora nagy kijelzője van, látja, és akkor eladunk hozzá még egy állványt is, mert valahol fel kell tenni. De most egy ekkora oldalon, ahol az összes technikai paraméter van, nem tudod felrakni a tévét is, meg az állványt is. És nem direktben, tehát nem toltad el az egészet úgy, hogy most egy teljesen más dolgot akarsz rásózni. Mert ha itt egy tévé, meg akarom venni, oké, vásárlás, és beraksz egy hirdető oldalt, ahol van állványtól kezdve, DVD-ig minden nyavaja, akkor ezt így megette a fene. De ha az egészet úgy mész végig, hogy itt a tévé, ezt valahova úgy is tennie kell, ott van mellette az állvány, a technikai paramétereknél ajánlod az állványt, megy tovább, hogy még milyen technikai paraméterei lehet, mert értelemszerűen nem kapott meg mindent, akkor mondjuk a csatlakozóknál eladsz neki egy DVD-t is. Ennyi az egész. Megkapja azt az információ morzsát, amire neki szükség van. Te neked van még, mivel nem tölti ki ez az információ morzsa teljes tartalmat, ezért van lehetőséged burkoltan befolyásolni az ő gondolkodását, hogyha te ismered, hogy ez hogyan működik, és mik azok a határok, amik még elférnek, és amik még nem. Illetve egyre többet lesz a te oldaladon, ami az jelenti, hogy tök jó, megvásároltam ezt, eltöltötte jól az időt, legközelebb is oda fog menni. Egy félperces vásárlás után elfelejtik, hogy melyik oldalon jártak. Többet van az oldalon, rögzül benne a design, rögzül benne a navigáció, legközelebb jön, könnyebben fogja használni. Jó? Tehát nem kell összezsúfolni mindent, nem kell megérni, ha többet kell érte kattintani, szervezni kell ezeket a kattintásokat. Azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy igazából csúnya szó, de megmérhető az információ mennyiség, amit át lehet adni, át kell adni, és utána értelemszerűen tovább darabolható ez a dolog, és érdemes szétszedni. Ebben rengeteg eszközöd van,
hogy ez úgy tűnjön, hogy ez folyamatosan tűnik, és ne kelljen ott a homokórára várni, Ajaxoktól, Workerektől, SSL-ektől, websocketeken át, bármi. Ezekről lesz is szó nem sokára. Jó. Ezt majd megtanuljuk később. Ami lényeges még. Ho, kapcsolatkezelés. Ez miért itt van? Na most. Hogyan nézett ki ez a HTTP-s dolog? Azt tanultuk róla, hogy tanultátok, az egy kérés-válasz alapú valami. Azt jelenti, hogy megy egy kérés, jön egy válasz, megy egy kérés, jön egy válasz, stb. Stb. Ezen némileg lehet gyorsítani az úgynevezett tartós kapcsolatokkal. Ez azt jelenti, hogy nem épült ki minden egyes alkalomkor ez az új szoket és ez, hanem egy meglévőt használunk. Mi ennek az előnye? Ennek az az előnye, hogy az a szoket kiépítési idő, ami alapvetően, ha mérjük, az egy nagyon pici idő, addig a user nem tud mit csinálni. Tehát ő kattintott, kért egy információt, és akkor van egy várakozási idő. Ha nem kapja meg rögtön az információt, ő kilendül abból az állapotból, hogy ő várja azt az adatot. Tehát van neki egy kicsike holt idő, ami miatt, ha kap egy külső ingert, lásd a memóriánál, ami volt, akkor már elterelődik a figyelme erre a dologra, és nem lesz fontos a te tévéd, hanem érdekli a madárcsi csergés. Na most, ha minél gyorsabb az oldal, és minél gyorsabban cserélődik benne az információ, akkor ezt a holt időt tudod csökkenteni, és hát ezek a technológiák, amiről szó volt, az volt, hogy hogyan lehet ezeket megoldani. Na most, ami vonz mindenkit, és ez kivétel nélkül minden emberre igaz, az az étel, ital, a szex és az ego. Tehát ha valahol kajáról van szó, akkor az eladható, a piáról van szó, eladható, a szex is eladható, illetve ha valahol valakit önmagát lehet isteníteni, az megint eladható. Ez genetikailag kódolva van bennünk. És ezzel lehet egyébként játszani. Ezért mondom, hogy lehet vele játszani, ugyanis a tudatalattink az pásztázza a környezetet folyamatosan, és felfigyel az olyan dolgokra, amik az életre veszélyesek lehetnek, tehát veszélyérzet, félelem, stb. Felfigyel az olyan dolgokra, ami kajával, itallal, fajfenntartással kapcsolatos, és felfigyel az olyanra is, ami a mozgással kapcsolatos. Ez azért érdekes, mert ha te tévét árulsz, és kiadod a hirdetési felületet egy pizzériának, akkor pizzát fog rendelni, és nem tévét fog venni, mert biológiailag kódolva van benne a kaja iránti vágy. Ugyanez a többire is igaz. A mozgásra is. Tehát, hogyha egy oldalad túl aktív, akár a te meggondolásodból, akár máséból, az megint el fogja vonni a figyelmét. És ha animációt is raksz bele, és nem ezek között a néhány fogalom körül mozog az oldalad, akkor ezeket mindenképpen kerüld. Mert ezek veszélyesek. Még animáció szinten is. Persze tök jó egy születésnapi torta, meg minden, de ha megjelenik egy animációban, akkor lehet, hogy nem a lufit fogja megvenni tőled, hanem igen, tényleg kéne egy tortát venni. Jó? Tehát ezekre a párosításokra figyeljetek. Nagyon fontos, igen, ez direkt van így, és azt is elmondom miért, a felhasználóknak a saját meggyőződése. Ezzel nem tudsz mit kezdeni, tehát mindenkinek van egy múltja, amit megélt, és ez alapján hozza, ez hozzájárul a döntések meghozására. Itt egyébként egy olyan videó részlet lett volna, nem tudom, a Paul című filmet láttátok-e? Kezeket fel, aki igen. Nagyon zseniális ez a film szerintem. Arról szól a történet, hogy az 51-es körzetből megszökik egy UFO. Tehát ott volt ő évekig, és ő most onnan kiszökik, és mit tudom én, haza akar menni, meg világot látni, meg mindegy. Kiszökött, éjszaka találkozik két érdekes figurával, akik azt hiszem valamilyen videójáték
kiállításra, ilyen jelmezes videójáték kiállításra jöttek, ilyen hatalmas Star Wars, meg UFO rajongók, meg minden. Meglátják az űrlényt, és hát rögtön jönnek a beidegződések az űrlényről, hogy el fogja őket rabolni, meg fogja őket szondáztatni. Honnan szondáztatja meg, az már egy érdekesebb rész. És akkor az űrlény is egyébként egy jófej vicces figura, és akkor úgy elkezdi magyarázni a dolgokat, hogy miért rabolnának el? Tehát igazából ő volt itt a fogoly, tehát akkor ő nem tud elrabolni senkit, meg egyébként is, ha ők egy primitívebb formának, az emberek egy primitívebb formának találják, akkor miért vizsgálnám meg? Mit tanulhat belőle? Hát ez semmi információhoz nem jó. Meg egyébként, hogyha ezt valamilyen érdekes testnyíláson keresztül csinálja, akkor meg aztán abból még semmihez nem lehet jutni. Jó? Tehát fontos az, hogy ha bármit is kiraksz tartalmat, az valamilyen asszociációt fog előidézni az emberekben. Ezért fontos némileg megismered azt a felhasználói közösséget, akinek ezt ki fogod rakni, mert ha például egy ilyen túl lelkes társaság kap egy mókás ufós képet, vagy egy ufós templétet a vásárlás, az akkor nem azzal fog foglalkozni, hogy mit lehet venni, milyen jó az a kis logó ott a sarokban. Jó? Tehát azért észre. Vannak emberek, akik bizonyos jeleket keresnek. Életük során megszokták, hogy találkoznak valamilyen eseményekkel, aminek van valamilyen speciális vonzata. Ilyen például az orvosok, akik, hogyha ilyen görbéket látnak, akkor ezeknél a csúcsoknál ők itt el fognak szörnyűködni, hogy mi van. Jó? Na most a ciki az egészben, hogy ezt berakhatod egy animációnak is egy hasonló, nem ilyen diagramot, de bármilyen ilyen csíkot. De ha egy olyan ember kerül oda az oldalad elé, aki mondjuk túl sokat néz EKG jeleket, akkor lehet, hogy az a kis hullámocska ott alól neki mást fog jelenteni. Fokozatosan keressük ezeket a megszokott jeleket a világba és a weboldalon is. Úgyhogy ezért fontos az, hogy megismert például a célcsoportodnak a szimbólumrendszerét. Tehát ezzel el tudsz keresni, hogyha tipikusan ilyen célalkalmazást csinálsz, téves riasztásokat, illetve figyelmen kívül hagyott dolgokat. Jó. Zeneiskolába járt valaki? Nem. Van egy úgynevezett Suzuki módszer a zeneiskolákban, ahol igazából egy kisebb zenei részt nagyon sokat gyakorolnak. Tehát ugyanazt kell játszanod minden nap végig. Na most ez azt jelenti, hogy ennek tipikus példája volt még régebben, akkor egy ilyen fém megmunkálóba dolgoztunk éjszaka egy haverommal, némi pénzkeresés címén, és hát tök jó volt éjszaka dolgozni, több pénz volt, kevesebb meló, kevesebb felügyelő, meg szabadabb volt az egész, és hát járkáltunk persze mi is a kávéautomatához, és akkor több tejt, több cukor, több tejt, több cukor, több tejt, több cukor, így rutonből nyomkodta a stressz, és megnyomta a levest. Ez azt jelenti, hogy a rutinszerű cselekmények nem fognak annyi figyelmet kiváltani az emberből, mint amennyit gondolnánk, hogy egyébként igényelne, ezáltal könnyebb hibázni. Tehát annyira megtanulja például valaki játszani ezt a darabot, hogy nem néz a kottába, és kimarad egy valami, és akkor mindentől kezdve vége. Bár egyébként a zenében ez egy jó módszer volt, jó? Tehát ez azt jelenti, hogy a weboldaladon ugyanazt a funkciót ne végeztesd el túl sokszor a felhasználóval, mert el fogja rontani. Ne jelentkeztesd állandóan kibe, mert előbb-utóbb el fogja rontani, és ha elrontja, akkor vége. Jó? Tipikus példa, vásárolni szeretnénk, és hát ott van néhány oldalnyi lista, hogy mit szeretnénk venni, át kell bogarászni, egyeseket, nullákat beírkázni.
előbb-utóbb nem azt fogjuk beírni, amit szeretnénk, odaírunk nullát, amit meg szeretnénk venni, oda fogunk írni egyet, amit nem szeretnénk venni. Óvakodj a nagy listáktól, ez azt jelenti, mert hogy azt rutinszerűen kell kitölteni. Hogy, vagy ilyen nagy adatbekérő formoktól. Ez mind-mind-mind rutinszerűen történik. És hát ez úgy nem biztos, hogy kellő figyelmet fog tudni fordítani rá mindenki. Jó? Jó. Tehát ez azt jelenti, hogy ha túl sokat kell ismételni, akkor automatikussá válik, nem figyel rá és hibázik. És akkor visszaérkeztünk egy újabb ellentmondáshoz, hiszen eddig az volt a lényeg, hogy ne vonjuk el semmivel se a figyelmét, fókuszáltassuk egy helyre a felhasználót, viszont ha túl sokáig egy helyre fókuszáltat, és ugyanazt kell neki mindig csinálni, akkor azt el fogja rontani, jó? Tehát ez egy kétélű dolog nagyon, megvannak a szélsőségek mind a minden téren, tehát felhasználó, megrendelő, olvasás, memória, tanulás, figyelemnél, és neked kell belőni azt a szintet, ahogy mozgasz. Tehát a szélsőség az tuti, hogy rossz. Ha túl sokat kell ugyanazt csinálni, akkor az is baj. Ha mindig más kell csinálni, az is baj. Jó? Közösség. A legjobb dolog, ami létezik. A világ értelme a 42. Valójában nem. Közösségi szempontból nem a 42. Nagyon nem, hanem 148. Ez egy másik buvasz szám. Korunk embere 148 másik emberrel tud fenntartani aktív és értelmes kapcsolatot. Ez azért fontos neked, mert te szeretnéd megtartani a felhasználóidat. Ha túl sok lesz a felhasználód, nem fogsz tudni kellő figyelmet fordítani rá, illetve hogy egy felhasználó X58. Webáruháznak tart meg téged, akkor nem fog veled foglalkozni, jó? Tehát ez igazából arról szól ez a 148-as szám, hogy persze lehet ilyen hatalmas, több 10 meg 100 000-es hírlevél adatbázisokat összevarázsolni, de az már nem közösség. És úgy, ahogy az ételital a szexhez, a közösséghez is vonzódunk. És amíg ez alatt a úgymond általunk kezelhető létszámon tart, belül van az a közösség, addig szép és boldog lesz mindenki. Viszont, hogyha ez a közösség ez előbb-utóbb túl nagyra fog nőni, akkor megjelennek az úgynevezett fújolók ebben a közösségben, akikre kevesebb figyelem jut, és innentől kezdve kevesebb lesz a... Tehát nem lesznek elkötelezettek annyira az adott dologgal kapcsolatban. Na most néhány példa erre. Csináltam egy tök jó dolgot. 2012-ben talán kinyomtam ilyen nagyon sok, hát így webkonfal kapcsolatban ilyen kérdőíveket így a Facebookra így elárasztottam. Ez ugye azt jelenti, hogy három oldalon keresztül az üzenőfalon mindenkinek ez a tartalom volt, akik valamilyen kapcsolatban volt ez az egésszel. Egyszerűen ártatlannak tűnt a dolog, de egyébként provokatív jellegű volt. Kicsit. Egyszerűen nézzük meg, hogy hogyan lehetett, tehát teremfelmérésnél hova, milyen előadást hova pozícionáljunk, ez tök jó volt. Abnál a közösségnél, aki elkötelezett volt a téma iránt, tehát kb. A szűk kormanggal kapcsolatban, azoknál ez nagyon jól jött le, meg az egész komfort dolog. Nem is törődtek vele, hogy igazából most ők spamelve lettek ezzel a dologgal, mert ők ebbe a webkonferenciának, ebbe a 148-as magjába voltak benne gyakorlatilag, és ez így nekik tök jó volt, hogy informálattak, viszont akik nem kapcsolódtak ennyire ehhez szorosan,
azoktól jött a fújolás, hogy oldalakon keresztül csak ezt a vackot olvassa, és hát miért így, miért úgy. Erre a következő megoldást lehet javasolni. Adj egy belépési pontot, ahol ezt a sok információt tárolod. Tehát ne add oda mindenkinek mondjuk így a Facebook oldalán, mert abból lehet fújolás. A fújolás alapvetően nem gond, de ott marad évekig, és visszakereshető. Úgyhogy mindenféle külső megoldások használható ilyen mellett. Tehát ez tipikusan a hírlevél se legyen nagyon hosszú. Jó, és akkor be lehet jelentkezni ugyanazokkal a csatornákkal, stb. Stb. Na most, még egy nagyon érdekes dolog. Tutoriálok, videók hatása az agyunkra. Miért jó az, hogyha te videót látsz? Miért jobb a videó, mint egy könyv? Ez kérdés. Miért jobb az videón látni, hogy hogyan kell biciklizni, mint ha elolvasod a biciklinek a papírján, hogy hogyan kell biciklizni? Vizuál, nem az, hogy nem csak az, hogy vizuális típusok vagyunk, hát a betűket is látjuk alapvetően. Ha ez nem biztos, hogy igaz egyébként. Ott a pont. Ha te látod azt, hogy valaki megcsinálja egy adott feladatot vagy problémát, akkor az agyadban ugyanolyan hormonokat, illetve a testedben ugyanolyan hormonok kezdenek el termelődni, mint annak a hatására, hogy te megcsináltál egy feladatot és örülsz neki. Szóval te látod, hogy valaki tök jól tanul angolul a videó segítségével, akkor te el fogod hinni, hogy képes vagy megtanulni ezt a anyagot, el tudod sajátítani. Tehát kvázi, hogyha ha valaminek a használhatóságát nem tudod egyértelműen igazolni, vagy nehezen igazolható, ez azért a mai világban azért elég így van, akkor szoktak egy ilyen kis mintavideót odarakni, hogy nézd, és ez erre használ. És tényleg arra használható, és ha ő tudja erre használni, akkor én is tudom erre használni. Ha neki az a problémája, amire ezt kell használni, akkor nekem is ez lett a problémám. Ez egy egyszerű hormonális hatás. Jó? A további dolog, ami még nagyon érdekes, hogy ha te tartasz valamilyen, hát nem mondom, hogy oktatást, de valami olyan dolgot, amivel egy közösség együtt tud dolgozni, akkor az az együtt cselekvés nagyobb elkötelezettséget fog létrehozni az adott téma iránt. Ezért jók például az oktatási dolgok, amikor igazából, jó, hát hogyha ez kényszeres, akkor nem. De egyébként, hogyha valaki örömből tanul és csoportban csinálja, akkor az, hogy ezt látja, hogy mások is csinálják, az az adott téma iránt nagyobb elkötelezettséget fog kialakítani másokban. Ezért van az például, hogy a CBS boltba elmegy egy híres ember vásárolni. Mert hogy vásárlást, élményt osztjuk meg, oda megy, látjuk, kvázi lehet azt mondani, hogy csinálhatjuk együtt is, én is csinálhatnám úgy. El leszünk kötelezve. Jó? Ezért tök jók akár ezek a csoportos foglalkoztatások, akár online is. Például én nagyon szeretném elérni, hogy az itteni órák azok streamelhetőek legyenek, és igazából nem kell akár bejárni. Bárki a világon megnézhetné, hogy éppen az adott óráint az Óbudai Egyetemen mi történik. Így mókásan így mintafeladatokat kirakni be a streambe, így bevágni. Jó. Jaj, döntés és motiváció. Nem újdonság, lustának születtünk, én is. Ezért csak pásztázzuk a monitort, és az első elfogadható már jó lesz. Melyik ez a film, hogyha bejön? Na, melyik ez a film? Da Vinci kód, így van.
és kedvenc, nem tudom, valláskutatónk, vagy nem tudom mink, éppen ebben a filmben különféle szimbólumokat mutat meg, és hát várjuk azt, hogy legyen, mi legyen az mi a közönség reakciója. Az előbb például a sapkáról bekiabálták a Ku Klux Klant, megnézték a teljes képet, spanyol szerzetesek. Jó, itt valami ördög vasvillája, közben egy görög isten. Jó, anya lányával, valamilyen gonosz egyiptomi isten. Ránézzünk, és rögtön véleményt alkotunk, nem dolgozzuk fel a teljes információt, nem elemezzük. Bármi, ami lehet, az már jó nekünk. Jó, igazából tessék itt a következő jelkép, ókorban már létezett. Satöbbi. Jó, figyeljetek erre, hogy információra fókuszáljatok. Tehát minél kevesebb fajta információt jelenítsetek meg. Ha több információ van, amit hamarabb talál, ha az megfelelő, az lesz. Két tévé van, elő van az olcsóbb, megfelel, megveszi. Jó, itt jön a másik rész a videós dologhoz. Olvasás helyett kipróbálás. Cselekvésre utaló jelek, megint videók kapcsán. Láttatjuk, hogy ez hogy működik, sokkal jobb, mintha leírjuk, hogy hogy működne. És hát van egy érdekes komponensünk, a progress bar ereje. És ennek tényleg van ereje, ugyanis hogyha egy szétdarabolt, több funkcióból álló folyamatot kell végrehajtani a felhasználónak, és csak azt mondja, hogy tovább, nem látja a végét, elmegy tőle a kedve. Lehet, hogy csak három kattintás lenne, de nem látja előre, hogy három kattintás. Progress bar-ra pedig szépen ki tudod jelezni, hogy most az egyharmadánál, vagy most a kétharmadánál, nem kell ott számokat írkászni, látja, hogy éppen hol jár, nagyon, nagyon hasznos tud lenni, jó? Alapvetően azt lehet mondani, hogy információ szervezéssel a weblapodon el tudod érni, hogy egy kattintás az ne egy motorikus funkció legyen, ami energiát emészt fel a usertől, hanem egy lehetőség legyen az új információk szerzésére. Tehát ott kell abba hagyni az információ átadást, ahol megvan a lehetőség az új információ szerzésre, és kell az az új információ. Ott fog kattintani, ott nem érdekli, hogy kattintani kell. Feleslegesen nem fog. Információfüggők vagyunk. Ez is hormonálisan van az ősidőktől kódolva bennünk. Van egy úgynevezett dopamin nevezetű hormonunk, aminek köszönhetjük, hogy még mindig élünk. Ez a dopamin az, ami minket arra sarkal, hogy új információkhoz jussunk, új ismereteket sajátítsunk el, új dolgokat kapjunk. Ha te képes vagy különféle okos stratégiákkal azt elérni, hogy aki leül a weboldalad elé, annak a szervezetében dopamin fejlődjön, úgy adagolod az információkat neki, hogy neki még kelljen, ott lehet egész este. Lásd a játékok. Erről szólnak. Van egy nagy alagút, ki kell belőle jutni. Kulcsot keresek hozzá, varázslót keresek, fegyvereket keresek, össze-vissza kell mennem, összeszedem a dolgokat, minden kell a túléléshez, hogy tovább mehessek. Ennyire egyszerű a világ, jó? Most háromféle terhelést különböztetünk meg. Az egyik az úgynevezett kognitív, azon gondolkozni kell, az gáz, azt láttuk a videóból, hogy ez nagyon fáj. Jó, a másik a vizuális, hát ezt így el kell bambulni, előtte így nézegéljük. És van a motorikus, amikor így kattintunk, mozgatunk. Ezeknek az aránya, hogy mennyire terhelik a felhasználót, nem egyforma, hanem hát így fentről lefelé csökken, lentről felfelé nő, tehát a nyíl irányába értelemszerűen nő a terhelés. Ez azt jelenti, hogy érdemes úgy szervezni a webes tartalmaidat, hogy kerüld a kognitív képességeket, ne legyenek benne olyan dolgok, amiről ő feleslegesen másra asszociál, minél kevesebbet kelljen dolgozni,
gondolkozni, egyértelmű legyen, hogy hol jár egy folyamatban és hol van vége a folyamatnak. Még úgy is, hogy kezdben egyre többet kell kattingatnia, és mondjuk meg kell mozdítani azt az egeret. Egyébként ez azért is érdekes, ez a motoritikus tulajdonság, mert kezdetben ez ellen volt a világ, aztán rájött, hogy attól azért vannak ettől sokkal rosszabb dolgok is, ahogy bonyolultabbá váltak a webes tartalmak, rájöttek, hogy nem csak az inhüvelygyulladást fog ez okozni, hanem mindenféle mást is. Egyre jobban megyünk a mobil irányába, ami viszont kisebb. És az ujjaddal tudsz egyszerűen mozgatni, nem kell az egérrel bejárni ilyen nagy olgot, tehát ez a motoritikus igény alapvetően egyre csökken, ahogy megyünk egyre kisebb platformok felé. Jó? Ez nem azt jelenti, hogy állandóan kattingattatni kell szegény user, de nem kell félni tőle. Na. Akkor nézzük. Van egy ilyen három fázisú valamink, hú, de rosszul látszik, hogy bevilágít oda minden. Pici árnyékot próbálok. Nem azért engedem le, hogy elaludjatok, hanem hogy jobban látszódjon. Na akkor, adott egy web alkalmazás, felhasználókat kell válogatni, szenzorokat kell válogatni, időintervallumot beállítani, vagy gondolom valami táblázatot megjelenít. Beszéljük át, hol vannak itt a hibák. Van-e egyáltalán hiba, vagy ez így tökéletes? Na, ki szerint így tökéletes? Jó, akkor mindenki tud mondani valamit. Kezdjük most onnan fentről. Igen? Dátum elég részletes. Hát most másodpercre érdekel minket, hogy mennyi volt a hőmérséklet Dubajban. Igen? Részletes a dátum. Részletesebb a dátum beállítás, mint az összes többi. Jóval, nem is tudjuk a többi, hogy működik, mert semmit nem látunk belőle. Viszont a dátumból valamit látunk. Ez azt jelenti, hogy három funkcióból egy másképpen működik, mint a másik kettő. Ami alapvetően gáz. Oké, na, egyéb ötlet tovább. Hava. Na, akkor jön a következő. Gyakorlatilag három, tehát szemlátomás, hogyha megnézzük, három funkciót kéne végrehajtani a felhasználónak, aki ezt a webalkalmazást használja, de hol kezdje el? Hát, ha európaiak vagyunk, innen kezdjük, hogyha arabok, akkor onnan kezdjük. De igazából ez nincs eldöntve, tehát így nincs részekre bontva, ezt tök jó szét lehetett volna szedni, mondjuk három egymás után kattintásra, és egy progress gárra jelölni, hogy hol vagyunk. Következő. Igen. Tessék. Te, igen, te. Gondolkozol, rendben, oké. Na. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Alapvetően ezen rengeteg. Nagyon jó, nagyon jó. Nem egyértelmű a funkcionalitása. Tök jó. Következő. Szenzorok. Ez ugyanaz az előbbi, nem egyértelmű a funkcionalitás. Jó? Valójában ez egyébként úgy működik, hogy arra a kettő felsőre lehet kattintani, a harmadiknál meg itt van alól, ami akkor ugrana fel, hogyha rá kattintasz. Jó? De ez tök jó, hogy nem egyértelmű a funkció, de ha egy valakinek nem egyértelmű, aki használja, akkor valószínű, hogy annak a célcsoportnak, amit ő képvisel,
nem lesz egyértelmű a dolog. Igen? Lényegre törőbb a dátum föl. Na, alapvetően az a probléma, hogy itt egyébként egy lista jelent meg, rákattintasz az emberekre, ott válogatsz, lista jelenik meg, szenzoroknál szintén, dátumnál meg részletesen beállítod. Nem kell ilyen részletes dátum, vagy nem értem? Persze, hogy nem a legjobb, azért hoztam ide egy példának. Tehát de oké, tehát mit csinálnál másképp rajta? Gyerünk, akkor lehet ilyet is mondani. Tehát mi változzon? Még ettől is legyen nagyobb az ikon? Három dolgot kell megadni, és utána megnyomni a két gomb közül egyet. Nagyon jó, hol van a gomb? Tök jó, hogy lehet festeni, meg nem tudom mit, de nem egyértelmű a dolog. Tehát nagyon jó, hogy lehet szép grafikai elemeket használni, de hogyha az a funkciónak az értelmezhetésének a rovására megy, akkor megette a fene. Tovább. Miért? Miért akarunk help gombot rakni? Mi van a help gomb mögött? Jó-e az az elgondolás, hogy csináljunk egy tök mindegy minél felületet, írjunk hozzá egy 300 oldalas manuált, linkeljük be, olvassa el, aztán használja. Abba le tudod írni, hogy hogy kell használni. Ide is ide érünk, jó? Tessék. Helpet nem fogja elolvasni senki. Jó? Jó, ez most nem mobilra készült, és akkor nem is ez volt a cél, hogy ez mobilon menjen, de egyértelmű, hogy ez mobilon nem fog menni, az kicsi hozzá. Így van, és akkor látszik, hogy attól addig szeretném az értékeket. Megint utalsz rá, és akkor innentől kezdve ezt egyértelműen érzésre ki. Nagyon jó. Tovább. Inverze van az egész egyébként, igen, de teljesen az arc egyébként egy jó dolog, hogyha ha visszagondolsz. Még az előző órán volt szó ezekről az arcos dolgokról. Persze, hát ilyen alapon lehetne sárga is, meg fehér is, meg bármilyen, hogy meglegyen az egyensúly. De alapvetően az emberes ikonnál nem látszik arc. Ami egy érdekes dolog, mert az arc eleve leköt téged, eleve rád vonzza a figyelmet, eleve az, hogy ott valami funkció lesz. Sőt, ha még a tekintet is lenne, látható lenne benne, és nem egy eltorzított arc, de akkor még jobb lenne a dolog. Jó, tehát ne ilyen arcos ikonokat. Tehát persze tele van az internet ilyenekkel, ingyen is adják, csak vigye valaki, de ne, jó? Tehát, hogy ha emberről van szó, akkor annak legyen arca, legyen szeme, és ne legyen eltorzítva, jó? Ez ilyen kis legyalult valami. Egy időben divat volt. Nagyon rég. Tovább? Így van. Nagyon jó. Nagyon jó. És akkor itt visszavagyöttünk a keretrendszerek átkához. Ugyanis van egy tartalom, amit te fejlesztesz, van egy, amit a keretrendszer ad, és hogyha ezek mondjuk nem fedik egymást nyelvügyileg, abból probléma lehet. Jó, lehet passzolni is egyébként, jó? Nagyon jó, rögtön az első dolog. A megrendelőnek adtuk el, nem a felhasználónak. Minden funkció rajta van, amit ő tételesen át tud venni, be tudja x-elni, hogy ott van. Most jössz te.
Nagyon jó itt a pont, ez nagyon jó, hogy nem egyértelmű, hogy a három közül milyen sorrendbe kell választani, van-e egyáltalán közöttük sorrend. Igen? Így van. Pontosan, így van. Nem, egy eleve nem látszik a dolog. Tehát maga az ikon az, ami ott van, hogy felhasznál. Ez mondjuk még nagyjából kitalálható, bár az sem egyértelmű, hogy oda valami be fog kerülni. Mert hogy így alatta van, így azt jelenti, hogy be kéne odaírni valamit, amit én nem tudok beírni. Nincs semmi a ráutaló jel, hogy erre az első kettőre nekem rá kéne kattintanom. Ez a kettő itt, ez valójában elmondom neked a funkcióját, ez egy ilyen szándékosan elcsúfított valami. Itt kettő darab gomb volt, egyik, hogy diagramot kérek, hogy fessen nekem a megjelenítés, a másik, hogy valamilyen rácsos elrendezésben jelenjenek meg az adatok. Nincs erre szükség egyébként, igen. Tehát nem egyértelmű, hogy hol van vége. Tehát oké, hogy a legalul szokott egy submit gomb lenni, itt most kettő van, és ez nagyon zavaró. Oké. Következő. Jó. Oké. Valamit próbálunk javítani rajta, hogy használhatóbb legyen. Akkor legyen egy ilyen egyharmadnyi oldalunk, és ez jön le itt három lapozhatóba. Például. Ha, érdekes. Erre mondjuk nem gondoltam, és meg eddig más se jelezte. Tessék. Jó, oké, a színeket hagyjuk, az azért fekete, mert a háttér is fekete. Jó? Köszönöm szépen, Bert. Nem, ez eredetileg ilyen világos háttér volt. Tehát én csináltam belőle a feketét, hogyha ebbe berakom ebbe a prezibe, akkor izé legyen. Tegyünk oda egy mici mackót égőgyertyás tortával? Akkor rögtön kajálni megy mindenki. De viszont a cukornak kellemes hatása van, tehát így a gondolatra, meg a szellemi világra, szóval. Igen? Így van. Jó, így van. Egyébként tényleg túl van magyarítva. Oké. Mert? Így van, tehát ránéz egy orvos, akkor azt fogja mondani, ú, az meg itt valaki rosszul lett. Még nem is választott semmit. Tessék. Ez itt, jó, egyébként ez itt nem legördülő menü, tehát ez úgy működött ez a felület, hogy erre kellett itt rákattintani, előugrott egy ilyen modal window, ott beállítottál, lekérdezt, és amiket ott beállított, azt ide betöltötte. De ez nem javít ezen semmit. Így van. Aha. Igen. Ha? Ha?
Nagyon jó. Nagyon jó. Tök jó dolgokat mondtok, az a baj, hogy a videón nem fog hallatszani ez. Nagyon jó, de ez teljesen jó. Na, akkor átjöttek a dolgok. Persze. Ez egyéb... Oké. Okay. Jó, na, szóval... Ez egy érdekes dolog, hogy itt miket lehet állítani. Ez megint ilyen keretrendszertől érkező dolgok, amit itt kaptunk, vagy a keretrendszer ezeket itt adta. És akkor ezek így itt ott maradtak akkor is, hogyha nem használjuk. Egyébként itt azt lehet csinálni, hogy ez egy portlet. Ezt itt lehet, ez éppen olyan módban, hogy adminként jelent meg, tehát a felhasználó ennyi mindent nem lehet, ezt az X-et itt nem látja például. De a plusz meg a minuszt azt látja, tehát ez a tartalom, amit itt lát most egy csíkba, az menjen ki teljes képernyőre, csukódjon össze, és akkor ami alatta van, az feljebb csúszik, illetve szerintem ezt sem látja az adott user. De ez megint arra vezet vissza, hogy technológiát tettük a felhasználó élmény elé, ez erre egy nagyon jó példa, mindent ráraktunk, ami technológiailag azt mondom, hogy ha ebbe a témakörbe egy ilyen megjelenítésnél lehet, és ez összességében elrontja a teljes felhasználói élményt és használatot. Jó. Jó. Egyébként itt van tovább, hogy ez hogyan működött, tehát rákattintasz, akkor jött egy ilyen nagy lista, amivel válogatni kell, és akkor a megoldás valójában az egy nagy helyet. Ja, bocsánat, ez nem az. Ezután, hogy ezt itt kiválogatta, meg összerakta, akkor jött egy ilyen nagy kerek valami, egy ilyen progress bar jellegű dolog, hogy itt most történik valami. Viszont ez az a baj, hogy ebbe a felületen nagyon sok adatot össze lehetett rakni. Sok szenzort, sok felhasználó nagy időben. Mire a szerver oldalon te összebogarászol, ez itt nagyon sokáig fog menni neked ez a homokóra, és addig elkalandozik az ember, és elfelejti a dolgokat. Na most ez például lehet az ilyeneket, tehát ezt nem fogod tudni kiküszöbölni. Tehát, hogyha sok adatot kell összeszedned, mert olyan az oldalad, akkor az idő lesz, tehát ezzel ellen nem tudsz játszani, és akkor az a lehetőséged van, hogy azt mondod, hogy ne egybe adjuk oda ezt a sok adatot, hanem részletenként. Tehát legyen mondjuk az, hogy itt kiválasztott 15 felhasználót, meg 4 szenzort, az 15x4, az 60 darab adat, akkor ne várjuk meg, míg mind a 60 darab elkészül, hanem kvázi egyenként adjuk oda neki a dolgokat. Időben, hogyha ezt összeadod, meg kommunikációban, ez több lesz, mint az egy nagy, de a felhasználó a kisebb adathoz, az egy részéhez sokkal hamarabb fog hozzáférni, nem kell megvárnia, míg minden elkészül, van egy kis adatrészünk, odaadjuk, és ő már azzal ott el van. Tehát ez az, hogy a nagy információt szétbontjuk részekre, és úgy adjuk oda neki, és hát valójában itt most nem kell kattintania, idővel játszunk. Jó, és akkor itt vannak a különféle további dolgok. Valamilyen adatmegjelenítés, kiugró csúcsok, piros minden. Nem tudjuk, hogy jó-e, alapból rossz. Ha egy piros csúcs van, az alapból rossz. Jó? De ha mondjuk lenne itt egy riasztási határ, itt valahol fent, akkor alapvetően ez a csúcs itt minket nem zavarna. Jó? Tehát ilyen apró dolgok. Köszönöm szépen, ennyi volt a bevezető, és ezek után azt hiszem kezdődhet a tényleges tananyag. Na, és mindjárt vége is az órának. Kérdés, óhaj, sóhaj, panasz.